Szevasztok! Hekt 135 BTS. Az előző videómba folytatlanítottam, hogy tettem rá ott egy plusz csövecskét, egy külső csövet, hogy ott verje ki a füstöt. Na hát ez nem vált be, mert a gyertya az hófehér középen. Akármennyire is olajos volt az a látét. Most én ezt levágtam, ezt pedig körbecsiszoltam. Mint látjátok, és hopp. Itt van megfojtva a kasza gyárilag. Tehát itt a cső, amit mondtam, hogy ez be van építve. A vége gyönyörűen le van dugózva. Amit majd én szépen ki fogok szedni. Valahogy kiásom, vagy kap egy szép furatot ezen keresztül. Itt. Ott is folytva van, két pötty fönt, két lyuk, kettő alul. A gyönyörű katalizátorunkat már be is figyel. Igen, ez még nem jött szét magától. Már mindjárt adunk az örömnek. Valahol még valami, még fogja. Oh, szét is ugrott. Na szóval. Itt a kis Katink. Kati a másik oldalt. Hű, mekkora súroló rács. Figyel itt nekünk. Hát nem semmi. Itt ez forrósította a gépet kegyetlenül, hogy rohadjon meg. Na. Ezt majd innen felpiszkáljuk, úgy látom, hogy csak oda van pötyízve. Igen. Oda van pötyízgetve. Ezt majd szépen kiütöm belőle, kihajintom. Itt a furatok kapnak nagyobb lyukacskákat. Az is lehet, hogy többet. Nem tudjuk még egyelőre. És itt pedig a belső része, ami csatlakozik a hengerhez csavarok által. Hát igen, itt látszik, hogy itt be van gyűlve a fekete lötyi, ami nem tudott úgy elégni. Itt ki van égve kegyetlenül, itt volt a legforróbb, a kipufogódóbb, ami melegítette nekünk szépen a hengert, nehogy jól érezze már magát. És itt is szépen ki van égve, plusz egy hővédő lemezt pattintottak oda be nekünk. Ez is még a súlyra egy kicsit rádob, mert miért ne. Úgyhogy az anyag vastagsága, itt hogyha a 3-1-ben van, ezt én gyönyörűen össze fogom majd pontozni. Bevont elektróda pont heggesztés, körkörösen, miután folytatlanítottuk a gépet, mármint én. És itt bedugaszolásra kerül ez a gyönyörű heggesztéses, külső kipufogós, vagyis házilag átalakított, folytatlanításos kipufogó cső. Ez itt fog maradni, majd, tehát a heggesztéssel együtt ez a csonk, ez itt fog maradni. Itt erre kap majd egy kapupán csavarnak a fejét, és szépen körbeheggesztem magyarul, bedugaszolom. És csak a gyária fog működni, folytatlanul ez a terv. Ha sikerült a terv, meg sikerült itt mindent összehozni, készül majd egy videó, szintén szokásomhoz híven, hogy milyen lett, és használat közben forrósodik-e, vagy nem. Nyilván az még egy külön videó lesz. Rendesen el van színeződve azt a kutyafáját. Na, nem kell hozzá sok ész, kell hozzá egy flex, egy vágókorong, egy csiszolókorong, egy jó satú, csavarhúzó, hogy levegyétek a dobot, heggesztő legyen, ez másképp elég necces lesz összeheggeszteni, és ennyi. A dugót pedig, mint mondtam, kiszedem belőle, a csöveknek a furatjához nem nyúlok, mert nem is férek hozzá.
és akkor közvetlen ki fogja verni a füstöt katalizátor nélkül. Így volt megfojtva. Hát, mint mindegyik meg van folytva, kivéve a piacos flinkát. A flinkét azt nem tudom, ahhoz még nem volt szerencsém. Strauss minőség, de a Strauss az nincs megfojtva semmilyen téren. Az ugye a 153 BTSM-en rajta is van. Erre sajnos nem találtam ilyen picike üres dobot. Ezért magunknak kell megoldani, hogy üres legyen. Na hát ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, iratkozz fel, lájkold, kommentek jöhetnek dögivel, jó, rossz, és szurkálódó, bár azt nem javaslom, mert azt instant tiltom a picsába, szurkálódást. Tehát ennyi. Na, majd a kész termékkel majd jövök, és mondok véleményt. Köszönöm.